hogy december 3-a a fogyatékkal élők világnapja. Tudtad, hogy a Föld lakosságának 15%-a valamilyen fogyatékkal él? Tudod, hogy mit jelent a sajátos nevelési igény? Az ilyen gyerekeknek több odafigyelésre, több türelemre, több megértésre van szüksége. Tudtad, hogy az én legfontosabb sajátos nevelési igényem az, hogy szeress és fogadj el olyannak, amilyen vagyok. Hogy miért vagyok gyógypedagógus. Szeretem a csillogást a gyermek szemekben. Jó érzés, ha partnernek tekintenek, segítséget kérnek, elfogadnak. A legjobb mégis az, hogy én taníthatom őket úgy, hogy a szüleik is elfogadnak. Ez egy nagy család. Tudtad, hogy mi is azt érezzük, amit te, ha valami miatt kilógsz a sorból, vagy más vagy, mint a többiek? Tudtad, hogy én is szeretek tesi órán játszani? Tudtad, hogy sokszor én is alig bírok reggel felkelni? Tudtad, hogy néha én is utálok tanulni? Tudtad, hogy minden emberben van közös vonás? Az, hogy mindnyájan különbözőek vagyunk. Tudtad, hogy mindannyian szuperhősök vagyunk? Az én szuper képességem az, hogy előzzem a rossz kedvet. Az én szuper képességem, hogy feltétlen nélkül szeretek. Az én szuper képességem, hogy megtanítanak örülni minden apró lépésnek. A mi szuper képességünk pedig, hogy gyógypedagógusok vagyunk. Neked milyen szuper képességed? Tudtad, hogy csináltunk neked egy filmet? Mutasd meg, milyen szép a mosolyod, milyen is.
és az igazi ölelés. És kezed emeld fel az égig. Mutasd meg, mekkora a szíved. Mutasd meg, milyen szép a mosolyod. Milyen is az igazi ölelés. És kezed emeld fel az égig. Látott vén vándor is új világba lép. Mutasd meg, mekkora a szíved. Mutasd meg, milyen szép a mosolyod. Milyen is az igazi ölelés. És kezed emeld fel az égig. Mutasd meg, mekkora a szíved. Mutasd meg, milyen szép a mosolyod. Milyen is az igazi ölelés. Kezed emeld fel az égig. Mutasd meg, mekkora a szíved. Mutasd meg, mekkora a szíved. Mutasd meg, milyen szép a mosolyod. Mutasd meg, milyen szép a mosolyod. Milyen is az igazi ölelés. Milyen is az igazi ölelés. Kezed emeld fel az égig. Mutasd meg, mekkora a szíved. Mutasd meg, milyen szép a mosolyod. Milyen is az igazi ölelés. És kezed emeld fel az égig. Mi nem fogyatékkal élünk, hanem veletek. Ennyi.